Pár évvel ezelőtt azért is volt szükség a menzareformra, mert egy felmérésből kiderült, a magyar felnőtt lakosság 65%-a túlsúlyos. Bár az elhízottak aránya az életkorral nő, már a gyerekek körében is elég magas, körülbelül 10-12%. Ez okozhatja azt is, hogy már fiatal korban számottevő a keringési zavarral vagy cukorbetegséggel szenvedő diákok aránya. A 2015-ös menza programban megjelentek a teljes kiörlésű pékáruk. Több zöldséget és gyümölcsöt tartalmaz az étrend, valamint az ételek sótartalmán is csökkentettek. Tiltott lett a szénsavas és cukros üdítők felkínálása, és a magas zsírtartalmú húskészítmények felhasználása is. Ezeket évek óta új konyha technológiai előírások betartásával kell biztosítani a szolgáltatóknak. Budai Péter mesterszakács egy nyíregyházi kerekasztal beszélgetésen kiemelte, a NÉBIK által előírt szabályok betartásával valóban egészségesen étkezhetnek a gyermekek a menzán. Azt vallom, hogy egy egészséges ember azt teszik, amit akar, de csak mértékkel. Viszont a gyerekeknél van egy olyan probléma, hogy nem nagyon szeretik a zöldséget, ezért most itt olyan ételeket mutatok be, amiben nem áztatott zsömle vagy kenyér van, hanem mondjuk köles, vagy puliszka, vagy egyszerűen csak darált zöldségek, sárgarépa, zeller, zöld borsó, gomba. Azt kell mondani, hogy az elv az, hogyha a gyerek nem szeret valamit, de párosítjuk egy olyan dologgal, amit viszont igen, és a fasírtot mindenki szereti, akkor ezt valószínű, nagy valószínűséggel megeszi. Ez az egyik. A másik ilyen étel csoport, amit készítettem a mai napra, ilyen főzelékek, ami viszont se zsírt, se lisztet, se, és tejterméket sem tartalmaz mindegyik. Ez azért van, mert a mai világban egyre több embernek van valamiféle ételallergiája, és ezt is meg kell oldani. A modern közétkeztetés bevezetésére még 2011-ben adta ki egy új egységes rendeletet, amit 2015-ben vezettek be az intézményekben. Ez tartalmazza azt is, hogy a sófogyasztás a bölcsődében négyszeri étkezés során maximum 1,5 g lehet, óvodában 2 g, az iskolánál 2020-ig pedig 3,5 g-ra kell csökkenteni a mennyiséget. Karfiol, káposzta, alma, ezeket Szabolcs megyében akár a helyi termelőktől is beszerezhetnék a közétkeztetéssel foglalkozó intézmények. Néhány partnert már találtak a kistermelők. Ha a kormány egy komolyabb fellépéssel támogatná ezt a kezdeményezést, az sokat segíthetne, közölte az Agrárkamara megyei elnöke. Ez lenne a bizonyíték arra, hogy itt egy nyomon követhető áru kerüljön be a közétkeztetésben, és azok a mi gyerekeinket etetnénk kiváló minőségű áruval, akikkel kapcsolatosan mi felelősséggel tartozunk, még inkább, ugyanis én úgy gondolom, hogy most a mezőgazdaságban olyan piaci zavarok vannak, és nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, ami az első lépcső lehet az, hogy akár nem csak itt a közétkeztetésben, a iskolákban, óvodákban, a kórházakban, honvédségnél, rendőrség, ahol az állam finanszírozza az étkeztetést, ha lehet ezt a szót használni, ott még inkább elvárható az, hogy a helyi termékek, ne utaztassuk itt a zöldséget az országon keresztül, hanem amire igény van, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is mindent meg tudunk termelni. Vinnai Győző országgyűlési képviselő kiemelte, az étkezés mellett a testmozgásnak is fontos szerepe van az egészséges életmód kialakítása érdekében. Mellette én mindig hangsúlyozom, hogy a mozgást is erősíteni kell, a mindennapos testnevelés is ezt szorgalmazza, úgyhogy a kettő együtt szerintem mára az elmúlt 3-4 év alatt látható eredményeket mutat a gyerekek egészséges táplálkozása során. Nem beszélve arról, hogy én látom a 10 óráit ezt az uzsonnát, mindig van iskolatej, iskolagyümölcs, vagy teljes kiörlésű péksütemény, ezek nagyon fontosak, és a tudatos étkezés szabályait alakítják ki a gyerekekben, de talán mondhatom azt, hogy a szülőknél és a családoknál is. És hogyha azt nézem, hogy az egyes települések itt a megyében, a közfoglalkoztatásban előállítanak egészséges gyümölcsöt és zöldséget, például uborkát vagy paradicsomot, paprikát termelnek, ezt felhasználják a felújított konyháikon, amelyből a közétkeztetést az óvodákban, iskolákban biztosítják, akkor azt látom, hogy jó úton járunk. A menzák felszereltségét és működését ezentúl új befőző automaták is segítik, nyírtelek, Gávavencsellő és Tiszavasvári településeken.